Újabb nő elleni támadás Ausztriában. Bécsben a nyílt utcán lőtte fejbe korábbi barátnőjét egy bosnyák férfi. Pörög az építőipar. Több mint 20%-os volt a bővülés tavaly. Az egész gazdaságot húzzák az építkezések. Farhát kommandónak csúfolják a nyugdíjasokat jobbikosok. Újabb botrányos hangfelvétel került nyilvánosságra. Egy lépéssel közelebb Mindszenty József boldoggá avatása, engedélyezte Ferenc pápa, hogy új szakaszba lépjen az eljárás. Ez a híradó 7:30-kor az M1-en, Németh Balázs vagyok, jó estét kívánok, kezdünk! Folytatódott a fekete év Ausztriában, továbbra is képtelenek gátat szabni a hatóságok a külföldiek által elkövetett erőszakos támadásoknak. Az újabb megrázó eset tegnap este Bécs belvárosában történt. Egy bosnyák férfi a nyílt utcán kétszer fejbe lőtte korábbi barátnőjét, egy szerb nőt. A nőt válságos állapotban vitték kórházba, kómában fekszik. A férfi a gyilkossági kísérlet után végzett magával. Korábban Ausztria Európa egyik legbiztonságosabb országának számított, a bevándorlás miatt azonban sokat romlott a helyzet. Idén minden negyedik napra jut halállal végződő támadás. Kordonnal vették körbe a rendőrök a lövöldözés helyszínét Bécsben. Egy 53 éves bosnyák férfi az utcán tüzet nyitott volt barátnőjére, majd saját magát is fejbe lőtte. Szemtanúk elmondása szerint néhány perccel korábban a pár egy közeli kávézóból jött ki. A rendőrség úgy véli, a férfi feltehetően féltékenységből támadt rá a 48 éves szerbasszonyra. Vitatkoztak és zúgolódtak minden alkalommal, amikor találkoztak. A férfi már egy hónapja azzal fenyegetőzött, hogy megöli a nőt, annak új szeretőjét és saját magát is, mondta az egyik barátjuk. Mindkettejüket válságos állapotban vitték kórházba. A férfi néhány órával később belehalt sérüléseibe, az asszony kómában van. Két fejlövést kapott. Az orvosok szerint kevés az esélye a túlélésre. A hatóságok még vizsgálják, hogyan juthatott fegyverhez a bosnyák férfi. Sajtóhírek szerint illegálisan szerezte a pisztolyt. Ausztriában idén minden negyedik napon történt egy hasonló gyilkosság. Az osztrák sajtó szerint évtizedek óta nem volt ilyen rossz a közbiztonság az országban. Az esetek legtöbbjében bevándorlók voltak az elkövetők. Január közepén a bécsi főpályaudvaron egy 21 éves etióp származású férfi konyhakéssel ölte meg testvérét. Szemtanúk szerint az asszony a férfi után futott, amikor az megállt, letette hátizsákját a földre, odaszaladt hozzá és leszúrta. A támadót az osztrák vasútársaság alkalmazottai feltartóztatták, amíg a rendőrség kiérkezett és őrizetbe vette az afrikai származású férfit. Múlt héten a menekültügyi hivatal egyik munkatársát szúrta le egy török férfi a Vorarlberg tartománybeli Donbinben. A 34 éves férfi épp menedékkérelmével kapcsolatos ügyeit intézte, amikor rátámadt a dolgozóra, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe. A török férfi korábban már élt Ausztriában, számtalan bűncselekmény volt a rovásán, és ki is utasították. Illegális migránsként azonban visszatért, menedékkérelmet adott be, amely az uniós jog szerint felülírja a korábbi kiutasítást, és megtiltotta a férfi őrizetbevételét is. Szabadon mozoghatott az országban. Így jutott el Donbinbe, ahol az osztrák sajtó szerint bosszúból megölte azt a hivatali dolgozót, aki évekkel korábban közreműködött a kiutasításánál. Az osztrák belügyminiszter az eset után élesen bírálta az uniós menedékjogi rendszert és a brüsszeli vezetőket. Szerinte ugyanis a jelenlegi brüsszeli bevándorlási szabályok tették lehetővé a gyilkosságot. Belügyminiszterként nekem az a kötelességem, hogy a saját nemzetem tagjainak biztonságát és védelmét szavatoljam, nem pedig a világ minden tájáról ide sereglett bűnöző söpredékét, akik a menedékjog leple alatt akarnak beszivárogni az országba, hangsúlyozta egy interjúban. Herbert Kickl azt mondta, reméli, hogy a közelgő európai parlamenti választások változást hoznak az európai erőviszonyokban, ezen keresztül pedig az uniós menekültügyi politikában is. A rengeteg bűncselekmény miatt egyfajta válságtanácskozás alakult át az osztrák kormány ülése. A koalíció vezető politikusai ígéretet tettek, hogy szigorítják a büntetőtörvénykönyvet, különösen a nők és a gyerekek elleni támadásokkal kapcsolatban. Próbálják azokat a bevándorlókat is büntetni, akik ma még könnyedén becsapják az osztrák hatóságokat, például a korukkal kapcsolatban.
Kibillent az egyensúlyból az osztrák jog, és ezt az állapotot meg kell szüntetni, jelentette ki Sebastian Kurz a szerdai kormányülés után. Az osztrák kancellár azt mondta, az utóbbi időben elharapóztak a nők elleni támadások, a külföldiek által elkövetett erőszakos bűncselekmények, mert a törvényeknek nincs visszatartó erejük. Ezért a büntető törvénykönyv jelentős és átfogó szigorítását kezdeményezte az osztrák kabinet. A célunk az, hogy az elkövetőkkel szemben keményebbek legyünk, az áldozatokat pedig még jobban védjük. Mindenki előtt ismeretes, hogy Ausztriában gond van az egyes bűncselekményekre kiszabható büntetésekkel. Szerintünk a gyermekek és nők elleni erőszakok elkövetőivel szemben nem elnézőnek, hanem kőkeménynek kell lennünk, mondta az osztrák kancellár. Nem lesz könyörület az erőszaktevőkkel szemben, a jog minden erejével lecsap majd rájuk, erősítette meg az alkancellár is. Ez a kormányzati program arra az egyetértésre alapul, hogy jelentősen szigorítani kell a büntető törvénykönyvet. Sokkal szigorúbb büntetést érdemelnek a szexuális erőszaktevők, a bántalmazók. Itt már nem a jog, hanem az igazság a tét, fogalmazott Heinz Christian Strache. Az új törvénycsomag kidolgozására kormányzati munkacsoportot hoztak létre. Új jogi fogalmakat is alkotnak. Be kell vezetnünk az úgynevezett menedékjoghoz kapcsolódó törvénysértések intézményét is. Ilyen lehet a hatóság félrevezetése, például hamis életkor vagy név megadásával, vagy ilyen lehet a nemzetközi védelemmel való visszaélés is, jelentette be Herbert Kiklő. A belügyminiszter hozzátette, az új jogszabályok sokkal nagyobb védelmet fognak adni azoknak, akik a bűnözők ellen harcolnak, például a rendőröknek. Közben folyamatosan erősödik az antiszemitizmus Nyugat-Európában, Franciaországban a hétvégén horog keresztet festettek több helyre, és meggyalázták egy fiatalon meggyilkolt zsidó férfi emlékhelyét. Ezek után hétfőn elismerte a belügyminiszter, hogy tavaly több mint 70%-kal nőtt a zsidók elleni támadások száma. Már egy éve is arra figyelmeztetett több száz ismert francia személyiség, hogy az országban erősödik az iszlamista antiszemitizmus. Horog keresztel firkálták össze a postaládákat díszítő arcképeket Párizs 13. kerületének polgármesteri hivatalánál. A portrék a két éve elhunyt holokauszt túlélőt, Simone Veil-t ábrázolják, aki a 70-es években egészségügyi miniszter, majd az Európai Parlament első női elnöke volt. Az alkotó graffiti művész kedden a családtagok jelenlétében állította helyre a megrongált festményt. Christophe Castaner belügyminiszter által éppen előző nap ismertetett adatok szerint az országban tavaly 74%-kal nőtt az antiszemita incidensek száma 2017-hez képest. A legnagyobb francia kutatóintézet munkatársa szerint a problémát évek óta ismerik. Ez egy ismétlődő jelenség 2000 óta. Az erőszakos és az antiszemita cselekmények számának robbanását tapasztaljuk, amelyek korábban szorványosan fordultak elő, mondta a kutató. A rongálást az összes politikai párt elítélte. Emmanuel Macron elnök úgy nyilatkozott, az antiszemitizmus a köztársaság tagadása, ugyanúgy, ahogy a képviselők és az intézmények elleni támadás is. Az egységes fellépést az is indokolta, hogy a hétvégén több incidens is történt. Párizsban egy zsidó pékség kirakatát festették össze, és ismeretlenek megrongálták azokat a fákat, amelyeket a brutálisan meggyilkolt Ilan Halimi emlékére ültettek. A 23 éves férfit 2006. januárjában rabolta el egy afrikai bevándorlókból álló banda. Fogvatartói heteken keresztül kínozták, majd február 13-án összeégve kidobták egy autóból. A fiatal ember kórházba szállítás közben belehalt sérüléseibe. Legutóbb, tavaly márciusban egy 85 éves holokauszt túlélőt gyilkolt meg muszlim szomszédja. A támadó késsel összeszurkálta az idős asszonyt, majd rágyújtotta a lakását. A gyilkosság miatt tüntetést is tartottak Párizsban, ismert közéleti személyiségek pedig kiáltványban tiltakoztak az iszlamista indítatású támadások ellen. Megfogalmazásuk szerint egyes városrészekben már olyan gyakoriak az antiszemita támadások, hogy azt csendes etnikai tisztogatásnak lehet tekinteni. A zsidó közösséget többször vették célba dzsihadisták is. 2012-ben három diákot és egy tanárt ölt meg egy fegyveres Toulouse-ban, egy zsidó iskolánál. 2015. januárjában pedig egy mali származású férfi, aki az iszlám állam katonájának mondta magát, négy embert ölt meg egy kóser áruházban, a francia fővárosban. Az antiszemita bűncselekmények száma azonban nem csak Franciaországban nő.
A múlt héten közzétett adatok szerint soha nem tapasztalt számú antiszemita incidens történt tavaly Nagy-Britanniában, ahol az egymás utáni harmadik évben dőlt meg a rekord. Hasonló jelenségről számolt be a német belügyminisztérium is. Az országban tavaly 10%-os emelkedést mértek az antiszemita indítatású bűncselekményekkel kapcsolatban. Ez egyben azt is jelenti, hogy 2016 óta folyamatosan növekszik a zsidó ellenes incidensek száma. Folyamatosan és sokszor extrém módszerekkel próbálkoznak a bevándorlók a Balkánon. Röszkénél reggel 9 afgán került elő 3 különböző kamionból. A rendőrség szerint cink és őrölt paprika között bujkáltak. A szerb-bosnyák határon pedig egy hűtőkamionban fagyasztott málna szállítmányban akart átjutni egy hétfős társaság. Tulajdonképpen szerencséjük volt, hogy megtalálták őket, mert a mínusz 22 fokos hidegben meghalhattak volna. Egy hűtőkocsiban megbújva próbált Szerbiából Boszniába szökni 7 afganisztáni migráns a hétvégén. Batrovci átkelőnél a jármű átvizsgálásakor buktak le. A migránsok fagyasztott málnák közé bújtak el, a mínusz 22 fokos hidegben. A hatóságok szerint kisebb csodával is felér, hogy túlélték a határátlépési próbálkozást. Idén csak ezen a szakaszon már mintegy 150 illegális határátlépési kísérletet akadályoztak meg a rendőrök. Bosznia-Hercegovinába, Montenegró felől is folyamatosan érkeznek a migránsok. A legtöbben azt mondják, embercsempészek vezetik őket arra. I come from Pakistan. Pakisztánból indultam, majd Törökországon, Görögországon, Albánián és Montenegrón keresztül jutottam el ide. Most a Bihácsi befogadó központban várakozom, mondja a férfi. Bár a hatóságok fokozottan védik Bosznia határait, a migránsok többségének mégis sikerül bejutni az országba. A hivatalos adatok szerint csak az elmúlt másfél hónapban több mint 1000 újonnan érkező bevándorlót regisztráltak az országban. A migránsok száma Bihács környékén folyamatosan nő, csak úgy, mint az általuk elkövetett bűncselekményeké. Januárban 50%-kal több incidens történt a településen, mint egy évvel korábban. Szinte mindenhol hasonló a helyzet, ahol migránsok gyülekeznek. A horvát-bosnyák határ közelében, Gradiska településen legutóbb szerdára virradóra követtek el bűncselekményt a bevándorlók. 2 algériai és egy pakisztáni férfi tört be egy helyi házba, amelynek lakója éppen otthon volt. A 20 éves férfit megverték, majd mindenit elvették, amit tudtak. Velike Kladusában a lakosok biztonsága és nyugalma érdekében a napokban már egy válságstábot is felállítottak. Az előrejelzések szerint ugyanis hamarosan újabb hullám, mint egy 5-10 ezer migráns érheti el a térséget. Közben a bosnyák kormány továbbra sem válaszol érdemben az Unasana Kantom ultimátumára. A helyi vezetők ugyanis a hétvégéig adtak időt az ország védelmi miniszterének, hogy a kormány segítsen kézben tartani a helyzetet. Ellenkező esetben kiürítik a táborokat, a migránsokat pedig visszaszállítják Szarajevóba. A bevándorlók persze hallani sem akarnak az átszállításról. Biztos, hogy nem megyek vissza Szarajevóba, szó sem lehet róla. Én a társaimmal Olaszországba akarok eljutni, és el is fogok, mondja ez a migráns. Közben, míg a legtöbb bevándorló Boszniában torlódik, a migránsok nem adják fel a próbálkozásokat a magyar határon sem. Röszkénél reggel 9 kamionban megbújt határsértőt találtak a rendőrök. Az afgán migránsok cink és őrölt paprika között megbújva próbáltak bejutni az országba. Később Kiszombor közelében is akadt dolga a rendőröknek, majd Tompánál ismét teherautóban megbújt bevándorlókat találtak. Mindannyiukat visszakísérték az ideiglenes biztonsági határszárhoz. Közös magyar-török üzleti fórumot tartottak Isztambulban az afrikai befektetésekkel, gazdasági lehetőségekkel kapcsolatban. Szijjártó Péter arról beszélt, hogy Afrika határtalan lehetőségeket kínál, de egyben óriási kihívást is jelent Európa számára. Az európai és ezen belül a magyar beruházásokkal a profit szerzésen túl azt kell elérni, hogy az afrikai fiatalok otthon maradjanak és ne induljanak el a bevándorlók tömegei Európa felé. Magyarország 220 millió dollár értékben hitelkeretet nyitott az Exim Banknál, ebből magyar és török vállalatok afrikai projektjeit finanszírozzák majd. A vállalataink felelőssége is óriási, hiszen a beruházásaikkal biztosíthatják azt, hogy az afrikaiak Afrikában találják meg a számításaikat. És a beruházásaikkal a magyar és török vállalatok elérhetik azt, hogy az afrikaiak ne vágyjanak el távozni a hazájukból,
hanem otthon tudjanak érvényesülni, és az elvárásainak megfelelő színvonalú életet élni. Aránytalanul és indokolatlanul csökkenteni az Európai Bizottság a Magyarországnak szánt uniós forrásokat, ezt mondta Rómában a miniszterelnökség államtitkára, miután olasz kormányzati tisztségviselőkkel tárgyalt. Takács Szabolcs szerint Magyarországot következetes bevándorlás ellenes politikája miatt akarják büntetni. Nem az emberek, meg nem a tagállamok érdekeit veszi figyelembe, hanem a saját politikai ambícióit követi, ami teljesen egyértelműen visszavezethetők arra, hogy az Európai Bizottság annak a bevándorláspárti politikai közösségnek a tagja, amelyek egyébként mindenféle gátlás nélkül támadják az olyan kormányokat, mint a magyar kormány, vagy az olasz kormány, kizárólag azért, mert más vélemény vagyunk a bevándorlást illetően. Háromnapos kihelyezett frakcióülést tartanak a kormánypártok Balatonalmádiban. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője azt mondta, hogy a miniszterelnök vasárnapi évértékelő beszéde után megtárgyalják a családvédelmi akció életbe lépéséhez szükséges döntéseket, és a legfontosabb témaként szóba kerülnek a brüsszeli bevándorlási tervek. Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy az LP választásnak minden eddiginél nagyobb lesz a tétje, mert olyan előterjesztések készültek már el Brüsszelben, amelyek célja a soros tervnek megfelelően, hogy bevándorló kontinensé tegyék Európát. A Fidesz és a kereszténydemokraták képviselőcsoportja, hogy eddig, ezután is mindig a magyar érdeket és a magyar embereket fogja képviselni. Nem lesz ez másképp ezekben a vitákban sem. Ez viszont egy teljesen újszerű és óriási téttel bíró politikai kampányt is feltételez. Különös tekintettel arra, hogy az előttünk álló időszak, nem csak itthon, látva az ellenzék magatartását, hanem Európában is egyre szélsőségesebb lesz, hiszen azt, hogy ennek a választásnak, a májusi EP választásnak nagy tétje van, azt talán senki sem vitatja. Továbbra is hatalmas az érdeklődés a családvédelmi akcióval kapcsolatban, tömegével merülnek fel kérdések. A kormány ígéretei szerint a következő hetekben folyamatosan adnak majd tájékoztatást a 7 új intézkedés részleteiről. Novák Katalin államtitkár például a fiatal házasoknak járó 10 milliós kamatmentes támogatással kapcsolatban tegnap este tisztázta, hogy fontos feltétel a gyermekvállalás. Legkésőbb 5 éven belül meg kell érkeznie az első babának, különben kamatostól kell visszafizetni a hitelt. Halló, halló! 6 gyereket nevel férjével Peri és Borbála. Azt mondja, mindig nagy családot szeretett volna. A jóisten így adta, hogy ha gyerek született. Akik után évről évre egyre nagyobb adókedvezmény jár, a soproni édesanyának jövőre pedig már személyi jövedelemadót sem kell fizetnie. A legkisebb 8 éves lesz, és visszatérek a munkavilágába, akkor ez biztos, hogy nekem is nagyon nagy segítség lesz. 2020-tól ugyanis minden édesanya, aki legalább 4 gyermeket vállal, adómentességet kap. Ez érvényes azokra is, akiknek felnőtt gyermekei vannak, és jelenleg már semmilyen kedvezmény nem jár utánuk. Ők így mintegy 15%-kal nagyobb fizetést vihetnek majd haza. Ez az egyik pontja a kormány új családvédelmi akciótervének, amit vasárnap jelentett be a miniszterelnök. 7 intézkedésről döntött a kormány, de ez nem zárt lista, hiszen az élet nem áll meg. Orbán Viktor elsőként a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását emelte ki. Bevezetjük a fiatal házasok gyermekvállalási támogatását. Minden 40 év alatti nő, aki első házasságát köti, a közös élet kezdéséhez 10 millió forint összegű kedvezményes kölcsönben részesülhet. Ami akár támogatássá is válhat. Ugyanis ha egy házaspárnak 5 éven belül gyermeke születik, nem kell kamatot fizetnie a kölcsönre, sőt a gyermekek születésekor 3 évre felfüggesztik a törlesztési kötelezettséget. A második baba érkezésekor elengedik a fennálló tőketartozás 30%-át, a harmadiknál pedig az egészét. Én mindenkit arra biztatok, csak hogy játszunk nyílt lapokkal, ezt azoknak a pároknak érdemes felvenni, akik gyermekeket szeretnének. Ha azonban 5 éven belül nem születik gyermek, vagy a pár elválik, a fennmaradó összeget piaci kamattal kell majd törleszteni. A gyermekvállalási támogatás mellé a fiatal házasok továbbra is felvehetik a csokot, amit júliustól már használt lakásokra is felhasználhatnak. Vagyis a 2 gyermekes családok 10 millió, a 3 és több gyermekes családok 15 millió forint kamattámogatott kölcsönt kaphatnak. Újdonság még például az is, hogy azoknál a családoknál, ahol mindkét szülő visszamenne dolgozni, júliustól már a nagymama vagy nagypapa is otthon maradhat az unokákkal, amennyiben még nem nyugdíjasok.
az egész magyar gazdaságon nagyot lendített, hogy beindultak az építkezések, ezt mondták az elemzők, azok után, hogy megjelentek a 2018-as építőipari adatok, több mint 22%-os a bővülés a tavaly előtti, tehát a 17-es szinthez képest. Az egyik fontos ok, hogy a családtámogatások miatt jóval több új lakás épül, mint korábban. A tavalyi GDP adatot holnap hozzák nyilvánosságra, a várakozások szerint ismét az unió élmezőnyében lehet Magyarország, akár az 5%-ot is megközelítheti a növekedés. A téli hideg időjárás ellenére országszerte folyamatosan dolgoznak az építkezéseken. Munkából most aztán nincs hiány a vállalatoknak, vállalkozásoknak. Ezt támasztják alá a legfrissebb adatok is, hiszen az építőipari termelés tavaly decemberben 17,5%-kal, az év egészében pedig több mint 22%-kal emelkedett éves összehasonlításban. Ahogy az elmúlt évben, így most is a lakásépítések húzták az ágazatot. A lakásépítések felpörgése az elmúlt 3-4 évben folyamatos volt, évről évre 30%-kal több lakás épült meg, így 2018-ban is várhatóan 18-20 ezer lakást adhattak át. Ebben nagy szerepe van az állami támogatásoknak, vagyis a CSOK megemelt összegének, illetve a kedvezményes lakásáfa bevezetésének is. A kimagasló teljesítményből jelentősen kivették a részüket az út, a vasút és a közműépítések is. A gazdaság stratégiáért felelős államtitkár az M1-en arról beszélt, hogy az építőipar lendülete a következő években is kitart. Soha nem látott infrastruktúra fejlesztések lesznek Magyarországon 2023-ig egészen biztosan. 2018 és 2023 között 25 ezer milliárd forintnyi megrendelés állománya van az építőiparnak, amiből 15 ezer milliárdot az állam támaszt, az állam teremt. Több mint 1000 kilométernyi út épül, vagy út újul meg Magyarországon. A megyeszékhelyeket 2023 végéig Budapesttel gyorsforgalmi úton kötjük össze. A magyar gazdaság zászlós hajójának is tekintett, Audinak is köszönhetően az ipar elmúlt 4 évi teljesítménye több mint 26%-kal nőtt, ami háromszor annyi, mint az Európai Uniós átlag. Ez azt jelenti, hogy 2018-ban is több mint 3,5%-kal bővült az ágazat. Decemberben például csak nem 5,5%-os növekedés mért a KSH éves összehasonlításban. Az ipar egyre inkább több lábon áll. György László azt mondta, az elmúlt évek jó eredményeihez az ágazat szinte minden területe hozzájárult. Külön érdekesség, hogy tavaly az utolsó hónapokban már nem a járműgyártás játszotta a főszerepet a növekedésben, hanem az elektronikai, a számítástechnikai és az optikai termékek gyártása. A híradón a nyilatkozó elemző szerint az, hogy a magyar ipar az elmúlt években folyamatosan növelte eredményességét, több tényezőnek is köszönhető. Az elmúlt években nagyon kedvező volt a külső konjunktúra, csúcsára jutott az üzleti ciklus az Európai Unió gazdaságaiban, tehát ez segítette a magyar ipart. A belső kereslet is élénkülni tudott, végre, hosszú évek után, és a belső kereslet növekedése is hozzájárult az ipar teljesítményének a javulásához, és harmadik pontként a hazai gazdaságpolitika élénkítő intézkedéseit érdemes említeni, elsősorban a Nemzeti Banknak a különböző hitelprogramjait. Jelenleg az építőipar hozzávetőleg 5, az ipar pedig mintegy 25%-kal veszi ki részét a gazdaság teljesítményéből. A két ágazat eredményességének köszönhetően a GDP tavalyi növekedése a várakozások szerint megközelítette az 5%-ot. Az embereknek szeretnék visszaadni a budai várnegyedet a Nemzeti Hausmann programmal, ezt mondta a fejlesztésért felelős miniszteri biztos. Fodor Gergely kiemelte, újjáépítik a II. Világháború után lerombolt épületeket, rendbe teszik az utakat, sétányokat, várfalakat, parkokat és kerteket. A következő 3 évben befejeződnek a már folyamatban lévő építkezések, például a lovarda és a főőrségi épület rekonstrukciója. Célunk az, hogy ismét egy olyan helyé váljon, amely minden magyar számára meghatározó élményforrás, és képes rá, hogy gazdagítsa a 21. századi azonosságtudatunkat is. Minden fejlesztésünk elsősorban azt a célt szolgálja, hogy visszaadjuk a várat az embereknek, egy olyan helyet, közösségi teret varázsoljunk, ahol otthon érezhetjük magunkat.
Technikai okok miatt 2 nappal kitolták a felsőoktatási jelentkezések határidejét, vagyis nem péntek, hanem február 17-e vasárnap éjfélig lehet jelentkezni a szeptemberben induló képzésekre az e-felvételi rendszeren keresztül. 3 helyet díjmentesen be lehet jelölni, fölötte 2000 forintos kiegészítő díjat kell majd fizetni, és már most lehet készülni a következő nagyon-nagyon fontos dátumra, várhatóan július 24-én hirdetik ki a ponthatárokat. Én még csak tegnap előtt mentem el az ügyfélkaput megcsináltatni, de... Jól jön a meghosszabbított határidő, a diákok zöme ugyanis az utolsó pillanatra hagyja az e-felvételi kitöltését. Hogyha az nem fog összeinni, akkor szociológiára szeretnék menni. Sokan még ezekben a napokban is a lehetőségeiket mérlegelik. Mindenki olyan döntést szeretne hozni, amit később sem kell megbánnia. Vaciláltam, meg hagytam magamnak időt, hogy tényleg kiforjon, hogy melyik egyetemre szeretnék menni. Személy igazolványszám, születési hely, anyja neve. Be kell írni a személyes adatokat, és a bizonyítványok másolatát is csatolni kell a dokumentumokhoz. Elég komplikált procedúra volt, úgyhogy a szüleimmel otthon töltöttem ki. A tanulók legfeljebb 6 helyet jelölhetnek meg, ebből 3-at díjmentesen. Hogyan fogjuk beszámítani ELTE felvételinél a határon túl szerzett érettségit? Folyamatosan érkeznek a kérdések az ELTE közösségi oldalaira. A felsőoktatási intézmények még az utolsó napokban is minden segítséget megadnak a felvételiző diákoknak. Nincs olyan típusú kérdés és olyan időpont, amikor ezeket a kérdéseket föl lehet tenni, amikor mi ne próbálnánk meg a lehető leggyorsabban válaszolni. Úgyhogy ezeket használják is a hallgatójelöltek, ahogy tapasztaljuk, sok kérdést kapunk. Felsőoktatási intézménybe jelentkezni idén is csak elektronikusan a felvi.hu e-felvételi rendszerében lehet. A kitöltés után mindenkinek hitelesítenie kell az adatait. Ezt ügyfélkapunk keresztül vagy egy nyomtatvány kitöltésével postai úton tehetik meg a diákok. Az e-felvételi elküldésének eredeti határideje február 15-e volt, az oktatási hivatal azonban ezt 2 nappal meghosszabbította, így most már vasárnap éjfélig van lehetőség kitölteni az űrlapot. A hitelesítés határideje pedig február 22-ére módosult. Újabb hangfelvétel került nyilvánosságra a belső jobbikos körből, ezúttal nem a zsidókat vagy a cigányokat sértegetik, hanem a nyugdíjasokat. Az internet előtt ülő hülye nyugdíjasokról, vagyis a Farhát kommandóról beszélnek. A társaság egyik tagja Z. Kárpát Dániel, az új, már néppártosodott Jobbik egyik alelnöke. Varga Dam Andrea országgyűlési képviselő azzal védekezett, hogy vágott lehet a felvétel. Ezek tényleg hülye nyugdíjasok, akik ott ülnek és egész nap ezt várják. Hülyének nevezte és sértő megjegyzésekkel illette a nyugdíjasokat a Jobbikhoz köthető Kiegyensúlyozott Médiáért Alapítvány kuratóriumi elnöke. A hangfelvétel tartalmáról először a Magyar Nemzet írt, majd több televízióban is bemutatták. Mi ezeket úgy hívtuk a szakmában, hogy Farhát kommandó. A beszámolók szerint a felvételen Sílhavi Máté hallható, aki többek között Z. Kárpát Dániellel, a Jobbik alelnökével az országgyűlési választás után beszélgetett arról, hogyan lehet a közösségi oldalakon kommunikálni az emberekkel, például az idősekkel, akiket Farhát kommandónak nevez a Jobbikos Média Alapítvány vezetője. Mi ezeket úgy hívtuk a szakmában, hogy Farhát kommandó, mert ezek nagyrészt nyugdíjasok otthon ülnek, és várják azt, hogy jöjjön valami. És hogy bedobod nekik a tartalmat, megírod, hogy jaj, a rohadék már megint mit mondott, mondjátok meg ti is jól, és akkor oda mennek, és akkor ráigogatnak. Tehát, hogy amiket túlnyomorizt láttok, a troll az viszonylag kevés, hanem ezek tényleg élő, ilyen nyugdíjasok, akik ott ülnek, és egész nap ezt várják, hogy mikor tudjuk. A megbeszélés egyik résztvevője ekkor közbeszól, hogy az ő anyukája nem tartozik ebbe a körbe. Z. Kárpát Dániel azonban folytatja a gondolatmenetet. Nincs mit tisztázni. Hangsúlyozom, nincs mit tisztázni. A Jobbik országgyűlési képviselője szerdán azt mondta, csak akkor reagál pártja az elhangzottakra, ha a teljes hangfelvétel nyilvánosságra kerül. Varga Dam Andrea azért annyit elmondott, az ominózus értekezleten Facebook hozzászólásokat idéztek a Jobbik munkatársai. Ha majd a teljes hangfelvételből az derül ki, hogy nem Facebook bejegyzéseket olvastak fel, hanem esetleg a saját véleményük volt, akkor bocsánatot fognak kérni. Nem ez az első eset, hogy jobbikos politikusok a nyugdíjasokra tesznek megjegyzéseket. Vona Gábor volt pártelnök korábban saját Facebook oldalán arról értekezett. A nemzeti ünnepeken ma már rendszeres eseménynek számít, hogy a hétköznapokon kedves bácsikák és nénikék magukból kivetkőzve ugranak egymásnak. Vért akarnak ontani remegő kezeikkel, trágárul ordibálnak, és felhörgik a 20. század minden traumáját.
Egy dunaújvárosi utcai fórumra pedig úgy emlékezett vissza, hogy szinte két percenként látott olyan nyugdíjasokat, akik, idézem, húzták maguk mögött a kis bevásárlókosarukat, és ne szépítsük. A szemeikben gyűlölet lobogott, a szájukból pedig szennyvíz folyt. Nem szokott a szememből gyűlölet sugározni, de most egy kis harag és sértettség ön iránt, igenis. És a szenny se ömlik a számból. Akkor többen is felháborodtak Vona Gábor szavain, a nyugdíjas szervezetek pedig bocsánatkérésre szólították fel. Na önmagában a nyugdíjas korosztály önmagában tudna kormányt alakítani. Na most ahhoz, hogy őket megszólítsd, ahhoz meg egy kedves, aranyos gyereknek kell lenni. Schneider Tamás, a Jobbik jelenlegi elnöke pedig szintén egy kiszivárgott hangfelvételen beszélt arról, hogy a nyugdíjasok megszólításához aranyos gyereknek kell lenni. Aki azt szereti látni, hallani, hogy őt vagy egy szerettét azt hülyének nézik, hülyének tartják, megalázzák, megalázóan beszélnek róla, én ilyen választópolgárt nem nagyon ismerek. A Századvég vezető elemzője szerint dühösek a Jobbik politikusai az idős emberekre, ezért tesznek sértő kijelentéseket. Szerintem az lehet az oka, hogy az idős emberek körében a Jobbik rosszabbul szerepel hagyományosan, kevesebb szavazót hoz be onnan, és ezért van egyfajta ellenszenv a jobbikos politikusok irányából, az idősebb korú választópolgárok irányába. Ezt lehet, hogy nem teszik ki az ablakba, de látható, hogy a színfalak mögött azért ez a fajta ilyen gyűlölet vagy neheztelés az megvan. Lánci Tamás úgy fogalmazott, az ilyen ügyek hiteltelenné teszik a pártot. A Fidesz szerint képmutató és felháborító, amit a Jobbik művel. Azt írták, hogy a Jobbik nem először bukott le azzal, hogy valójában mit gondol az idősekről, lenézik őket. Ez a Jobbik igazi arca, szélsőségesek és agresszívek, ezt írta a Fidesz. A Fidesz közleményére reagált a Jobbik, szerintük a Fidesz sajtója manipulált hangfelvétellel próbálja elterelni a figyelmet arról, hogy eddig 64 ezer migránst beengedtek az országba. Már korábban is kapott jelzéseket az LMP az európai zöldektől, ezt mondta Ungár Péter, LMP-s képviselő. Tegnap jelent meg egy interjú az európai zöldek társelnökével, amelyben arra figyelmeztetett, hogy kizárhatják az LMP-t, hogyha a párt együttműködik a szélső jobboldallal, vagyis a Jobbikkal. Ungár Péter szerint emiatt ők nem változtatnak a politikájukon. Egyelőre úgy tűnik, hogy a baloldal is folytatja a közeledést a Jobbikhoz a zsidó szervezetek aggodalma ellenére. Én az európai zöldektől nagyon sok jelzést kaptam, hiszen voltam az elnökségének tagja. Korábban már ő maga is kapott jelzéseket azzal kapcsolatban, hogy az Európai Zöld Párt EP frakciója kifogásolja az LMP működését. Erről beszélt szerdán Ungár Péter. A képviselő arra reagálva mondta ezt, hogy Philipp Lamberts, az Európai Zöldek társelnöke azt nyilatkozta az azonnali.hu-nak, hogy ha az LMP együttműködik a Jobbikkal, kizárják a frakcióból a pártot. A politikus alapnak kijelentette, hogy egyetlen zöld párt szövetségét sem fogják elfogadni a szélső jobboldallal. Leszögezte azt is, hogy nem hisz a Jobbik néppártosodásában. Ungár Péter most úgy fogalmazott, az LMP-nek az európai pártcsaládjával változó hangnemű viszonya van, egyébként pedig nem tartja furcsának Philipp Lamberts nyilatkozatát. Az, hogy az európai zöldek egy olyan párthoz nem viszonyulnak rózsaszín pillangókkal, amely korábban szélsőboldali volt, azért ennek politika történeti kuriózum értéke nem nagyon van. Az ellenzéki pártok az elmúlt időszakban folyamatosan sürgették a teljes összefogást az idei választásokra. December óta többször is közösen vonultak utcára. Én Kulvárpa János képviselő, fogadom. Összefogásukat január elején egy közös eskütétellel is demonstrálták. A parlament lépcsőjén egymás mellett állt az LMP társelnöke a Jobbikos Jakab Péterrel. Keresztes László Lóránt itt is az együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Ebben a küzdelemben együtt kell mozognunk, együtt kell küzdenünk. Majd február elején a Jobbik rendkívüli kongresszusán is részt vett. Ungár Péter ugyanakkor arra utalt, hogy vita van az LMP-ben a két párt közeledéséről. Szerintem a sajtómunkatársait azzal lepném meg, ha azt mondanám, hogy valamiben egységes álláspont van az LMP-n belül. Hozzátette, ő viszont kiáll a helyi szintű összefogás mellett. Az önkormányzati választáson nagyon sok helyen együtt kell működni a Jobbikkal. Azzal a Jobbikkal, amelynek elnöke tavalyi megválasztása után cigányok agyonütéséről beszélt. Jelentek a cigányok, mindenkit agyonütött,
Valamint azzal a Jobbikkal, amelynek elnöke úgy töltheti be a pártelnöki pozíciót, hogy korábban 8 hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott egy roma származású ember megveréséért. Azért, mert valakinek felreped a pittye, azért 8 hónap büntetés jár. Szintén a Jobbik elnöke Schneider Tamás beszélt arról korábban, hogy jobb, ha valaki a muzulmán hitre tér át, mintha a zsidó vallást venné fel. Bátor muzulmán hitre, szíve joga, sokkal jobb, mint hogy a zsidó hitre tért volna. A korábbi jobbikos képviselő Szálva István pedig egy zsidó nő megverésével dicsekedett. Leütöttem egy nőt. Beszólt, hogy náci bűz van. Én meg leütöttem, hogy büdös zsidó. Épp az ilyen esetek miatt is kifogásolta az LMP Jobbikkal való együttműködését az Európai Zöldek társelnöke. Az ügyben kerestük Philipp Lambertset is, adásunkig azonban nem kaptunk választ. Hétfőn a Zsidó Világkongresszus elnöke is aggodalmát fejezte ki, amiatt, hogy a magyar baloldal együttműködik a botrányairól elhíresült Jobbikkal. Ronald S. Lauder szerint ugyanis a Jobbik tagjainak továbbra sem sikerült bebizonyítaniuk, hogy ellenzik az antiszemitizmust, és nem jelentenek veszélyt a zsidó közösség, vagy bármilyen kisebbség biztonságára. A kormánypárti képviselők távolmaradása miatt nem volt határozatképes a Költségvetési Bizottság. Az ülést a testület DK-s elnöke Varjú László hívta össze. Az ellenzék a gyermekek otthonápolási díjáról, valamint a letelepedési kötvényekről tárgyalt volna. Az ülés után a közös ellenzéki sajtótájékoztatón Varjú László bírálta a kormánypárti képviselőket. Ma két nagyon fontos témában szerette volna megtárgyalni azt a helyzetet, ami kialakult első lépésben az otthonápolás területén, ahol az érintettek tiltakozásokat fejezik ki. Másik oldalról pedig rendszeresen visszatérő témaként a letelepedési kötvények ügyéről. Az LMP-s Ungár Péter újra a gyermekek otthonápolási díjának pontozási módszerét bírálta. Arról beszélt, hogy szerinte sokan kimaradnak az újfajta ápolási díjrendszerből. Nem rendezték az otthonápolás kérdését megnyugtatóan a kormányzattól, ugyanis azok, akik nem gyermeküket ápolják, ez a kétharmados többsége azoknak, akik otthonápolási díjat kapnak, őnekik nem történt meg az az emelés, amit korábban követeltünk. A soros listások folytatják a színjátékot, így reagált az ellenzéki nyilatkozatokra a Fidesz. Úgy fogalmaznak, hogy álságos és kétszínű, amit az ellenzék csinál, amikor decemberben dönteni kellett az ápolási díjról, akkor egyáltalán nem érdekelte őket, sem a beteg gyerekek, sem pedig az őket ápoló szüleik sorsa. Nem szavazták meg az ápolási díj emelését, és a gyermekek otthon gondozási díjának bevezetését sem. Helyette kerepeltek, szirénáztak és balhéztak, így látja a Fidesz. A független igazságszolgáltatás miatt aggódik a Jobbik. Az ellenzéki párt problémásnak tartja, hogy az Országos Bírósági Hivatal elnöke levelet küldött a bíráknak, amelyben kifejezte reményét, hogy pártatlanul és elfogulatlanul ítélkeznek. Úgy gondolom, ez nagyon komoly beavatkozás a bírák életébe, és ő, mint elnök, nem jogosult, még akár viccként sem, megkérdőjelezni bíró kollégái függetlenségét és pártatlanságát. Az MSZP ismét feljelentést tesz a kardiológiai intézet egyik betegének halála miatt. A szocialisták szerint összefüggés van a haláleset és az egyik szívsebész elküldése között. Bangóné Borbé Ildikó arról is beszélt, hogy egy az üggyel kapcsolatban indított vizsgálat szerinte hiányosságokra világított rá a kórházban. A jelentés szerint a kórházban előfordult, hogy későn és nem megfelelő ellátást nyújtottak a betegek számára. A jelentésben szerepel, a beteg dokumentációt nem a valóságnak megfelelően vezették. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szerint Bangóné Borbé Ildikó a kezdetektől fogva félrevezető, tudatosan hazug nyilatkozatokat tesz a kardiológiai intézettel kapcsolatban, alaptalan vádaskodásával pedig megfélemlíti a betegeket. Ezt írja a minisztérium, és hozzátették, hogy jogi lépéseket fontolgatnak az MSZP-s politikussal szemben. Fontos döntést hozott Ferenc pápa Mindszenti József bíboros boldoggáavatási ügyében. Lezárult az életszentség vizsgálata, kezdődhet a második szakasz Rómában egy csoda elismerése. Szinte napra pontosan 70 évvel ezelőtt zárult le az a koncepciós per, amelyben életfogytiglani börtönre ítélték Mindszenti bíborost.
Rákosi Mátyás pártfőtitkár személyesen irányította a leszámolást, hiszen a bíborost a kommunisták egyik legnagyobb ellenségének tartotta. 75-ben Bécsben hunyt el Mindszenty József, 90-ben rehabilitálta a Magyar Bíróság, szenti avatási eljárása 94-ben kezdődött. Az egyházi vezetők ebben a helyzetben előre látták sorsukat, és szembenézve a valósággal ezt a sorsot, amely igazságtalan üldözést, börtönt, sőt kínzást és erőszakos halált is jelenthetett, felvállalták. 70 éve, 1949. február 8-án ítélte életfogytiglani börtönre koncepciós perben a Népbíróság Mindszenty József bíborost. Erre emlékeztek szerdán a parlament épületében. Mindszenty József Magyarország utolsó hercegprímása volt. 1944-ben nevezte ki 12. Pius pápa veszprémi püspökké. Az 1956-os forradalom idején szabadult, de ezután külföldre kényszerült. 1975-ben Ausztriában halt meg. Mindszenty bíborost a rendszerváltás után rehabilitálták. A kommunisták céljaikat ugyan nem tudták maradéktalanul megvalósítani, már azonban már egyértelmű, hogy helyrehozhatatlan károkat okoztak az egyház és a nemzet életében. Az országgyűlés alelnöke most azt mondta, bár a szocializmus évtizedei alatt az egyház politikai eszköztár sokat módosult, a pártállam célja mindvégig az egyház visszaszorítása és a hívők létszámának drasztikus csökkentése maradt. Latorcai János hozzátette, ma világszerte 400 millió keresztény van veszélyben, és Európában is egyre erősödik a keresztény ellenesség. A keresztényüldözés Európában ugyan nincs, de a keresztény ellenesség egyre jobban felüti fejét. Sokan, főként a muzulmán világból érkező bevándorlók hitünk feladását gyengeségünk jeleként értékelik, és félő, hogy ezt majd meg is próbálják kihasználni. Hálát adunk azért, hogy a mai naptól Szent Atyán döntése alapján már tiszteletelméltó címmel ünnepelhetjük őt. Ez már Róma, ahol a jelenlegi Esztergom budapesti érsek mondott köszönetet a magyarok templomában. Ferenc pápa ugyanis alig pár órával korábban hagyta jóvá azt a határozatot, amely egy újabb állomás lehet Mindszenty bíboros 1994 óta tartó boldoggá avatási eljárásában. Erdő Péter bíboros ezért adott hálát imájában. Egy ilyen határozat azt jelenti, hogy a keresztény erényekben hősies fokra jutott valaki, és ez mindannyiunk tiszteletét megérdemli. Mindszenty bíboros úr alakja tehát a katolikus egyházban a tiszteletre méltó címre jogosult, és azt hiszem, hogy ez a tisztelet már is övezi őt. Hozzátette, mivel Mindszenty József bíboros nem halt vértanú halált, ezért az életszentség mostani elismerése után egy csoda elismerése lesz a következő lépés. Ezután következhet majd a boldoggá avatás. Orbán Viktor levélben fejezte ki részvétét a lengyel kormányfőnek, Ján Olszewski, egykori miniszterelnök halála miatt. Orbán Viktor azt írta, a közép-európai szabadságharcosok egy jeles alakját veszítettük el. Szellemisége továbbra is velünk él, hiszen a nyomdokaiban járva közép-európa hangjaiként ismét emlékeztetnünk kell Nyugat-Európa országait, hogy a függetlenség olyan kincs, amelyért érdemes küzdeni. Ezt írta tehát Orbán Viktor. Ján Olszewski 88 éves korában hunyt el, a rendszerváltás után a 90-es évek legelején 6 hónapig volt miniszterelnök Lengyelországban. Elhunyt Tandori Dezső, Kossuth Díjas költő, író, műfordító, a nemzetművésze. Versei az 1960-as évektől jelentek meg, sokféle műfajban publikált, írt például gyermekverset, krimit, filozófikus esszéket, jelentős volt műfordítói munkássága is, elsősorban angolból és németből fordított, tehetségét számos kitüntetéssel elismerték. Tandori Dezső 80 éves volt. 10. vacsorán látta vendégül Áder János államfő Böjte Csabát 60. születésnapja alkalmából. A ferences szerzetes alapította a Dévai Gyermekotthont, ahova erdélyi árva gyermekeket fogadnak be. Alapítványának ma már több mint 80 erdélyi településen működik bentlakásos intézménye vagy napközi otthona. Ezekben több mint 2500 gyerek él és tanul. 74 éve fejeződött be Budapest ostroma, a harcokban elesett katonákra és civilekre emlékeztek ma több helyen.
44 karácsonyán zárult be a szovjet gyűrű a főváros körül, utána a II. Világháború egyik legvéresebb és legkegyetlenebb városi ütközete bontakozott ki. Sokszor házról házra, sőt, talán szobáról szobára haladt az ostrom. A tragédiát tetézte, hogy azokon a területeken, ahol már véget értek a harcok, a szovjetek kezdtek erőszakoskodni és kegyetlenkedni a nőkkel. 74 éve ezen a napon, február 13-án ért véget Budapest ostroma. Ez volt a II. Világháború egyik legkegyetlenebb és leghosszabb, mintegy 50 napig tartó városi ütközete. Több tízezer katona, valamint civil sérült meg és vesztette életét. Az épületek csaknem harmada megsemmisült és lakhatatlanná vált. Az ostrom a budai vár egyik legrégebbi templomát, a kapisztrántéri Mária Magdolna templomot sem kímélte. Több bombatalálat is érte az épületet. Itt is a harcok áldozataira emlékeztek. Tisztesség, becsület, helytállás, és volt kitartás azokban az emberekbe, akik a reménytelenségben is megpróbálták azt, amit tudták, hogy szinte valóban véghez vihetetlen. Szakály Sándor történész azt mondta, a háború sohasem nemes dolog, azonban a harcok közben történhetnek nemes cselekedetek. Azok a katonák, akik itt harcoltak, úgy érezték és joggal érezték azt, hogy Magyarországért, a hazájukért harcolnak, ahol minden katona és minden civil azért tesz, hogy az ő országa megmaradhasson, független legyen és szabad ország legyen. Ezek a sírok figyelmeztető jelek. A farkasréti temetőben a polgári áldozatok sírjainál tartott megemlékezést a Nemzeti Örökség Intézete. Az országgyűlés alelnöke arról beszélt, hogy a modern kor újfajta háborúi, köztük a terrorizmus fő célpontjai ismét a civilek lettek. Nem engedhetjük meg, hogy ezek a ma már sajnos velünk élő fenyegetések a mi hazánkban is valósággá váljanak, és bárki ezek áldozatává váljon. Mindezért kötelességünk az áldozatokra emlékezni, és utódainkat mindezen veszélyekre figyelmeztetni. Hende Csaba hozzátette, az ideológiák nevében elkövetett tömeggyilkosságok, vagy a szovjet katonák által megerőszakolt nők valamennyien az emberi gonoszság és könyörtelenség áldozatai voltak. Jó híreket közölt a Népegészségügyi Központ az influenzával kapcsolatban. Tetőzött a járvány, múlt héten már kevesebben mentek orvoshoz, mint február első napjaiban. Ez 68 ezer beteget jelent egészen pontosan. Szintén kedvező fejlemény, hogy Budapesten és 14 megyében csökkent a betegek száma, már csak 5 dunántúli megye van, ahol erősödött a járvány. A betegek kétharmada gyermek, illetve fiatal felnőtt. Komárom-Esztergom az egyik olyan megye az 5-ből, ahol még nem tetőzött a járvány. Esztergomba kapcsolunk a kórházhoz. Bakos Norbert jelentkezik. Ti tehát még nem vagytok túl a nehezén? Sajnos még nem vagyunk túl a nehezén, így van. Jó estét kívánok! Itt Esztergomban például a mögöttem látható kórházban, a Vaszari Kolos kórházban továbbra is teljes látogatási tilalom van. Egyébként a főváros, és azon kívül 14 megye, aki fellélegezhetett, de 5 megyében még nem tetőzött az influenza járvány. Ez ugye Komárom-Esztergom megye, Győr-Moson-Sopron megye, Somogy-Vas és Zala megye. Itt még azt mondják a szakemberek, hogy nem ért el az influenza A-típusa, mert ez a legjellemzőbb egyébként a tetőfokát, tehát itt a legtöbb kórházban vagy részleges, vagy teljes látogatási tilalom van. Ami nagyon fontos, és talán ami az idei egy picit magasabb megbetegedéseket jelzi, az, hogy az oltottság még mindig nagyon alacsony. Ha megnézzük, Magyarországon kívül itt a környező országokban, vagy Nyugat-Európában jóval nagyobb. Itthon körülbelül 10 emberből 2-3 ember az, aki beoltatja magát. Ez még mindig nagyon alacsony, úgyhogy azt mondják a szakemberek, hogy ezt tegyük meg még időben, akár szeptember-októberben. Most már egyébként késő, tehát nem érdemes beoltatni magunkat, de ebben az évben, hogyha újra eljön az influenza járvány, akkor igenis el kell menni és be kell oltatni magunkat, mert csak így előzhetjük meg a járvány elterjedését. Norbert, nagyon szépen köszönjük. 60 millió forintnyi kokaint próbált Magyarországra csempészni egy brazil nő. A Liszt-Ferenc repülőtéren gyanús lett a vámosoknak, ezért átvizsgálták a csomagját, és megtalálták 300 darab óvszerben elrejtve a több mint 3 kg kábítószert. A nő beismert mindent, azt mondta, hogy bajban volt, kellett a pénz.
Bőröngyében akarta Magyarországra csempészni a kokainnal kitömött ószereket egy brazil nő. Meg se próbálta elrejteni a 300 csomagot, egyszerűen csak letakarta egy pokróccal. A repülőtéri vámosoknak gyanús lett a São Paulo-ból érkezett asszony, ezért felnyittatták vele a csomagját, és megtalálták benne a takarók alá rejtett több mint 3 kilónyi kábítószert. A 60 millió forint értékű kokaint a pénzügyőrök lefoglalták, a drogfutárt pedig átadták a rendőröknek. A repülőtéri rendőrigazgatóság nyomozói a brazil nőt gyanúsítottként hallgatták ki. Vallomásában elmondta, hogy pénzhiányával küzdött hazájában, ezért vállalta el ennek a bőrönnek Magyarországra történő szállítását. A rendőrök a nőt kihallgatását követően őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását. Bírósági meghallgatásán a nő elismerte a bűncselekmény elkövetését, érdemi vallomást azonban nem tett. A több mint 2 órás meghallgatás után a bíróság elrendelte a letartóztatását. A nyomozási bíró egyetértett a fővárosi főügyészség álláspontjával, hogy a gyanúsított személyi körülményei és az ügy nemzetközi vonatkozása miatt csak a legsúlyosabb kényszerintézkedéssel zárható ki, a szökés elrejtőzés veszélye és az, hogy a gyanúsított megnehezítse a bizonyítást. A gyanúsított és védője nem is fellebbezett a döntés ellen. A brazil nő mostantól letartóztatásban várja az eljárás végét. Ha a bíróság bűnösnek találja és elítéli, akár 8 évet is kaphat. 10 perces kezdődik a híradó, az M5-ön a mai házigazda, Galán Angéla. Szervusz, jó estét kívánok! Elhunyt Tandori Dezső költő, a nemzet művésze. Híradunkban megemlékezünk munkásságáról. Több mint 500 képeslapot kapott az első világháborús fronton szolgálatot teljesítő magyar katonáktól Demeter Annuska. Az ő hagyatékából szemezgetünk. És ott voltunk a Nemzeti Színház legújabb darabjának próbáján is, amelyet Csiszár Imre rendez. Ez itt a Kérdés című műsorunkban pedig Mindszenty Herceg Prímás perével foglalkozunk. Vendégeink Földváriné Kis Réka, Sós Viktor Attila és Balog Margit. Hamarosan kezdünk. Izgalmas téma pont ma, hogy közelebb kerültünk Mindszenty bíboros boldog avatásához. Köszönjük szépen, megyünk a sporton!